Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Április 8-án új hold van, és egyúttal egy teljes nap finsternis. Ez a nap finsternis Európából nem látható, nem érezhető. Ez a nap finsternis, ez Mexikóban lesz, és Amerika déli és keleti részén ott tudják majd megfigyelni. Ott érezhető, ezen a területen, ott lesznek változások. Ez lehet, hogy kihat a politikai eseményekre, de őket érint ez a napfinsternis. Hogy mit jelent egy finsternis? Akár napfinsternis, akár holdfinsternis. Ez azt jelenti, hogyha egy teli hold, vagy egy új hold a kármikus csomón van, akkor mindig van egy finsternis. Tehát itt kármikus témákról van szó. Ezúttal ez az új hold a halak jegyében van, az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon megbízható, precíz számítás. Tehát az új hold a halak jegyében eléri Ráhút, a felfele mozgó kármikus csomót, ami utal egy új irányra, utal a jövőre, utal változás. Ezen az estén tartok egy új hold szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Ez az új hold és ez a kármikus csomó a halak jegyében van, a víz elemében, ahol érzelmekről van szó. Azt is jelentheti a halak jegye, hogy itt van egy elképzelés, egy álom, ami megvalósulhat, hiszen itt előre folyamodnak az események akadályok nélkül. Sőt, vannak jó hatások is erre az új holdra, hiszen a halak jegyében van Vénusz bolygó, ami szerencsét hozhat, utalhat ránk hölgyekre, vagy a téma Vénusz bolygónál gyakran a szerelem, a párkapcsolat. Vénusz bolygó jó hatással van az eseményekre, hiszen Vénusz bolygó a halak jegyében kiemelkedik. Neptun bolygó szintén a halak jegyében van, és uralkodik a halak jegye felett, tehát van egy erős Neptun hatás is, ami szimbolizálja a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, vagy kihat a művészi területekre előnyösen. Itt az a fontos, hogy higgyünk ebben az álomban. Ebben segít ez a szertartás is, ami erősíti a hitünket. Uránusz bolygó és Jupiter bolygó jól hat ki erre az új holdra, van egy jó kapcsolat. Mégpedig a szomszédos jegyből, a kos jegyéből hatnak ki erre az új holdra, az indiai számítás szerint. A kos jegyénél a tűz eleméről van szó, az jelenti a mozgást, előre mennek a dolgok, jelent változásokat, sőt lelkesedést is. Tehát megvan ez az impulzus, megvan most a lehetőség a változásokra. Minden élet területen, de különösen ez az új hold
a szerelmi kapcsolatra utal, hiszen Vénusz bolygó ott van a közelben, a halak jegyében, ehhez az új holdhoz. Tehát van egy hatás Jupiter bolygótól és Uranus bolygótól. Jupiter bolygó szerencsét hoz, adja a lehetőségeket. Itt kinyílik egy új ajtó, itt lesznek változások, és Uranus bolygó szintén ezt jelenti, hiszen Uranus bolygó változásokra utal, vagy egy különös eseményre, vagy egy meglepetésre. Mivel ez az új hold a kármikus csomón van, Ráhún, Ráhú az a felfele mozgó kármikus csomó, jelenti a jövőt és változásokat, hasonlóan hat ki ránk, mint Uránusz bolygó. Lesznek itt lehetőségek, szerencse, meglepetések, változások, tudjuk azt élni, amit elképzeltünk, hiszen Neptun bolygó, az is ott van a közelben, az jelenti az álmokat, az elképzeléseket, és Vénusz bolygó, az jelentett kellemes kapcsolatokat, de jelenti a szerelmi témákat is, hiszen ezt szimbolizálja. Mit jelent tulajdonképpen egy új hold? A holdnak nincs saját fénye. A hold a naptól kapja a fényt, amit nekünk közvetít. Amikor találkoznak a nap és a hold, akkor új hold van. Ennél a találkozásnál a nap nem tudja megvilágítani a holdat, ezért számunkra a hold nem látható. Ez is kihat ránk, az érzelmeinkre, a hétköznapjainkra. Ilyenkor legyünk mi is láthatatlanok, legyünk visszahúzódóak, meditáljunk valami felett, és mindig az a téma, ahol ez az új hold van. Ezúttal az érzelmekről van szó, az elképzelésekről és szerelmi témákról. Az indiai mitológiában a hold az egy szép, fiatal férfi, Chandrának hívják. És amikor új hold van, akkor Chandra nagyon kimerült, nagyon fáradt, nincs ereje, szünetel, visszahúzódik, és ilyenkor feltankol, és megvan újra az ereje ahhoz, hogy tovább lépjen, hogy legyenek változások, és kezdődik a növekvő hold fázis. Tehát mindig többet mutat ki az erejéből. Így írja le az indiai mitológia ezt a történetet, ezt az új holdat. Lehet, hogy ránk is kihat, hogy mi is fáradtak, kimerültek vagyunk, kell ez a szünet, hogy feltankoljunk, mert minden megy tovább, be kell bizonyítani magunkat, és ezúttal lesznek változások, meglepetések, egy új irány, sőt, lesznek lehetőségek is. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett holdházak, a nap és a hold, tehát ez az új hold, a Revati holdházban van, ez az utolsó holdház, és azt jelenti, hogy el kell érni a céljainkat, be kell fejezni valamit, nem szabad most az utolsó lépéseknél feladni. Kell még egy kis türelem, kell még egy kis kitartás, és legyen meg a bizalom, hogy amit mi most elképzelünk, az elérhető. Elérjük most a céljainkat.
hiszen ott vagyunk már a cél előtt. És most nem szabad visszatáncolni, hanem tovább lépni. Ezen az újhold napon kell egy kis szünet, vagy pihenés, de mennek továbbra a dolgok, és akkor a célok elérhetőek. Összefoglalnám azt, hogy mit jelent ez az újhold szertartás. A visszahúzódás, a nyugalom, a meditáció, egy elképzelés, különösen ami a szerelmi témákat illeti, észrevenni a lehetőséget, ami szerencsét hoz, lesznek változások, akkor is, ha ezen a napon kicsit szünetelünk, de legyünk nyitottak egy új irányra, és az, amit elképzeltünk, azt nem szabad most feladni, hiszen az utolsó lépéseknél vagyunk, és hamarosan látható lesz az eredmény. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!